Megmutatom, hogy hogy lehet egy karkiolevest jó gyorsan összedobni. 5 dek a vaja, beteszek egy edénybe. És minden zöldséglevesre igaz szerintem az, és vágok bele egy fejvörös hagymát. Minden zöldséglevesre igaz az, hogy nem kell sokat főzni. Tehát épp hogy szinte csak le kell forrázni, hogy még ilyen közepesen kemények maradjanak a zöldségek. Annak ne, attól nem lesz jó íze a zöldséglevesnek, hogyha rommá főzöd. Ugye ha tele van téve zöldséggel, akkor az önmagában már jó íz tud neki adni. Teszem is bele a hagymát, azt tövét azt nem. Egy teáskanál sót rakok hozzá, és amíg ez pirul, addig összevágok. Mindenből csak egy ilyen kis darabot, mert egy elég nagy karfiolba fogom csinálni, tehát egy ilyen 10-10 deka zeller, sárgarépát, meg fehérrépát. Lekockázok szép kis guszti kockákra, és ha megpirult a hagyma, akkor ezt fogom beletenni, jó? Mikor a hagyma elkezd pirulni, ezt még meg se pucoltam, de tök könnyen egy gerezd fokhagymát teszek bele, kicsit így megütöm, akkor ilyen könnyen lejön a héja, és ezt egy picit átvágom, ezt beledobom, hogy egy kicsit a erős fokhagyma ízt kidobja, ugye már magas az illóolaj tartalma, és akkor ez kijön, de ezt épp hogy csak egy picit itt át pirítom rajta, hú de jó illata van. Imádom a fokhagymát, és amikor így kezd egy kicsit így pirulni a hagyma, akkor nem es egyszerűséggel. Én lehet mindig forró vízzel öntöm fel, hogy ne kelljen sokat várni. Felöntöm egy, ez most majdnem 2 liter víz. Mehet bele a zöldség. És tulajdonképpen mindig épp felfor, teszem a következő részt bele. Alig kell főzni, hogy ne főjön szét, mert úgy lesz finom. Most jön a karfiol, azt nézzétek meg, én miután megtisztítom, meg megmosom, beszoktam így áztatni fejjel, tehát a talpával lefele vízbe, hogy itt ugye beleszivárog a víz, és ilyen párszor így beleengedem, akkor ugye föltöltődik vízzel, hogy ha esetleg a termelés során föld került közé, akkor ez minél jobban kijöjjön, de nézzétek meg, teljesen tiszta a vize, ilyenkor nyugodtan föl lehet használni. És ugye ezt még úgy szedem szét, hogy nemes egyszerűséggel így a közepét kivágom, ez a része az úgyse annyira fincsi. Szétszedem rózsáira, de most még nem teszem bele. Jó? Tehát ezt fogom és ilyen nagyobb darabokra nemes egyszerűséggel itt széttördelem, hogy jól nézzen ki. Na, szétszedtem a karfiolt, ezt a belső részét, amit kivágtam, ezt tegyétek be a mélyhűtőbe, és hogyha húslevest főztök, dobjátok bele, nagyon jó ízt ad neki, jó? Tehát itt van a karfiolt, de még mindig nem teszem bele. Előtte csinálok egy tojásból egy kis betét tésztát bele. Egy tojás, egy fél kanál só, kicsi liszt, és én mindig szoktam egy pici kurkumát beletenni, mert jó ízt is ad neki, meg sokkal szebb színe lesz, gusztusosabb, ha csak egy pici kurkumával így megszórjátok, ezt csak így a fakanálnak a hátsó részével kikeverem, csinálok belőle egy ilyen betét tésztát, ez most kicsit sok lisztet adtam, de nem kell megijedni, egy nagyon pici vizet teszek bele. Tehát épp, hogy csak egy ilyen kis evőkanálnyit. A lényeg, hogy ebben most csinálok egy ilyen jó, sűrű tésztát, hogyha még kell egy víz, akkor lehet hozzáadni. Tehát mondjuk most 2 evőkanálnyi vizet tettem bele, és akkor lesz belőle egy ilyen kis, hát a nokedli tésztánál keményebb tésztát így kikeverek, és fogom, és egy teás kanállal szépen egy ilyen teáskanállal bele fogom szaggatni a levesbe, úgyhogy bevizezem,
és ilyen kis galuskákat szaggatok bele. Jó? Na, beleszaggattam a tésztát, nézzetek meg milyen szépen sárgás színe van a kurkumától, és csak most teszem bele, most elkezdett ott megint forni, most teszem csak bele a karfiolt, és innentől kezdve ezt tulajdonképpen csak föl fogom megint csak forralni, és nem fogom Isten igazából túl sokáig főzni, úgymond, mert ezek a zöldséglevesek akkor jók, hogyha teszek bele egy pici borsot, hogyha ilyen friss íze van, roppanós marad a zöldség, és a karfiós különösen hajlamos, arra biztos jártatok már úgy, hogy ilyen gusztustalan módon szétment. Még ami kell bele, tehát igazán csak sóval, borssal ízesítem, jó sok petrezselyem mellé. Én most ilyen mirelit petrezselyemet használok, a szárított nem jó. Ez egy kuposkanál, megnézem, és még hát teszek bele vagy két kanál petrezselyemet. Ez olyan jó, friss íz fog ez is neki adni, hogy hihetetlen, és ezt most megvárom, amíg felfor. Na, felfort. Nézzétek meg, olyan fél körül kezdtem el, még nincs fél óra, hogy ezt az egészet elkezdtem összerakni. Ilyenkor szoktam megkóstolni, ebbe még teszek egy pici sót. Tehát ez ugye attól függ, hogy mennyi lé lesz rajta. Ezen most olyan 2 liternyi víz van, és az egész leves olyan 3,5 liter. Tehát 2-2,5 liter víz, meg a zöldség olyan tartalmas, hogy szinte jól lehet vele lakni. Nézzétek meg. Egyben vannak, és a lényeg, hogy nincs szétfőve. Ezt le is zárom most. Jó, még a só az már simán elfőtte. Hiába tettem bele tök sok petrezselyemet, azért nem látszik úgy, mint hogyha nagyon petrezselyemes lenne. És most az a lényeg, hogy ezt is nem egyből fogjuk enni, hanem egy olyan 4 óra 20 perc múlva, és az alatt ebben a hőben, amit eltárol ez a lé, még szépen át fog párolódni a karfiol, és nem marad kemény. Viszont nem fog szétesni darabjaira, tehát gusztusosan fog kinézni a tányérba, a kis karfió rózsák egybe fognak maradni, jó? Na, ennyit akartam mutatni, jó étvágyat hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!